Szóval az van, hogy Zolitól kaptam egy pályát, aminek az volt a címe, hogy Project Adventures, és amúgy elmondta nekem, hogy ez a Jade of Adventures-nek a fő részeit eleveníti meg, és az lesz a feladatom, hogy megtippeljem, hogy melyik. Ez amúgy tök aktuál amúgy ahhoz képest, mert hogy most kezdjük ugye az új Jade of Adventures-t készíteni, és hát ugye teljesen aktuális a dolog. Szóval itt van, hogy Chunk maximum 8-asra legyen állítva, igen, Adventure-ben játszál, abba vagyok. Szerbusz, Zsédav! Ezt olvasd már föl, te Zoli! Szervusz, Zsédav! Üdvözöllek a pályán! Ezen a rövidke pálya körbevezetlek a múltban, vagyis egy kis részén. Valójában a map célja, hogy nosztalgiát keltsen benned. Pályán 10 itemet kell összegyűjteni, ugye amiből nem lesz a mod hiánya miatt. Azt megnyomva kapod meg őket. Eközben kalandozó, próbáld meg kitalálni, hogy melyik sziget, melyik történetet képviseli. Na hát köszönöm, hogy itt voltál, Zoli, és próbáltad elolvasni. nagyon kicsi. Jó van, na akkor folytatom. Miért kellett megszúrnia engem? Ó, ez már is rögtön egy helyszín? Azt mondod? Az akkor, hogy nagyon rég volt már, ez semmi. Itt esküszöm, hogy semmi nem rémlik, viszont úristen. Na, hát akkor folytassuk most már így lagolásmentesen. A szoba szélességéből ítélve itt lenne a pince lejáró. Isten, nekem itt semmi nem rémlik ebből. Lehet, hogy csak a környezet. Várj egy picit. Ez nem valami... A rejtelmes és sejtelmes esetleg? Vagy valami a nyomozós? Vagy a legelső Daisy nén is pálya? Vagy nem is tudom, várjál, mert ez csinál valamit? Látom. Ez lenne, hogy a Find the Battle része. Ja. Csak ugye nincs bent a mod. Szóval, de eltaláltam a házat? Nem. Akkor ez valami Daisy néninek a háza, nem? Nem, ezt elküldted. Ezt a videót kértem, ez a benne van a... Az egy lépés, nem az egy lépés, a út, ami hazavisz, ugye amikor Ödönből gonosz lesz. Oh. Illetve ez van a vándorok útja, azt hiszem, amit elküldtél annak a cím, ugye mind teljesen le lett némítva végül. Úristen, hát nekem ez egyáltalán nem volt meg, te atyaig. Megtaláltam egy Baki videót az út, ami hazavisz, és ott van hátul arra egy tereg az egyik. A Baki videó egy nagyon vicces dologhoz. Biztos, hogy nem emlékszel rá, de ez valami zseniális. Azt akarod, hogy úgy megváltoztam, a Police Report nyomozás folyik egy illegális malac megtolás ügyében áldozott. De erre emlékszem így, de jó megcsináltad, amúgy ez nagyon tetszik így. Na, akkor folytatom, várjál, mert még itt van egy pár dolog. Ez idézi azt a rózsás videómat, a ezer bolygón is túl feelingje van az egésznek. Nyugi, az sem maradt. Innen már látom, az ödörösből volt a baráti kaland, vagy valami ilyesmi volt a címe. Hogy az Ödönnel egy űrhajóban mentünk. Várjál, ez is egy újabb helyszín. Hú, ezt a mindenit! Nagyon rémlik valami, de semmi, hallod? Semmi! Esküszöm, hogy semmi nem ugrik be erről, pedig annyira emlékszem erre a izére, erre a tintahalszerű förmedvényre, vagy valami ször. Nem tudom! Nagyon nem tudom, mi ez, hogy kettő. Nem tudom. Azt a minden... Ennek már kimondtad a címét az előző szigeten. Melyik volt? Az... Mi? Ott? Kimondtam? Igen, ott kimondtad. Húha. És melyik volt? Rejtelmes és sejtelmes? Vagy barátok? Igen, az rejtelmes. Amikor ugye hát ő az Ödönnek a teremtője, aki robottá változtatta magát. Úristen, hát tudod milyen rég volt már az? És az ott az egyik quest szoba, ugye, hogy parkőrözik. Hát nagyrészt parkőrök voltak azokban. Azt a mindenit, tehát én ezeket már teljesen elfelejtettem. Te atya ég, hát nekem már így megváltozott erről így az emlékem meg minden. Hát ez... Hát jó régen volt, még 1.7-ben volt. Azt a mindenit neki, várjál. Mondom, ezt ki kellett nekem matekozni ezzel abból a kis felbontású videóból, hogy mennyi blokkra van. Azt a mindenit, hát te... Én már erre nem emlékszem így, már öreg vagyok ehhez. Na várjál, mindjárt vegyek a következő szigetre, hogy az mi lehet. Felidézem ezt is, hát, és akkor ez volt ugye a baráti kaland, ugye? Nem. Na várjál, én ezt most megnézem. Ez biztos, hogy nem ez. Ennek angolos neve van. Nagyon kreatív. Rakd össze az űrhajót meg, hogy Ödönnel mentél. Nagyon várjál, de tudom, van. Hogy az! Tudom, hogy az! Ne akarjál megtéveszteni! Nem téveszteni. Várjál, tudom, az fár. Ödönnel mentem, űrhajós volt. Tisztán emlékszem? Space igen, Pig! Ott van! Space Pig! Még a borítón is rajta van az űrhajó. Azt hittem, hogy az a baráti kaland.
De nem! Nem. Előtte volt a rejtelmes és sejtelmes. Várjál, és melyik volt a... Jó, oké, na mindegy. Ez itt nincs marad. Időrendi sorrendben, mielőtt ha ezt gondoltam, hogy nem lesz időrendi sorrendben, igen. Ez így most már így... Így most már így minden világossá vált számomra. Ott meg a sziget oldalában azt talált ki, hogy micsoda. Henny ja. A csirke? Ja, neki a spaceship. Jaj, de tudom, jaj, de jó. Nem tudom, miért neveztem el egy gonosz csirkét anyukám után. Tényleg kiderülnek. Elég vicces gondolat. Nem tudom miért, csak olyan vicces, hogy Henny. Meg Eugene is volt a tik. De az már nem a Jade of Adventures-ben volt. Vagyis hát szerepelt benne, de nem ezekben még. Kíváncsi vagyok, hogy ez akkor mi lesz. Ez üresnek fog tűnni, de nem az. Akkor ez volt a rózsás, igaz? Nem, nem. De ne szórakozzál már, hát itt van egy... És már van benne mert, valami? Azért üres, igen, mert föld alatti része van. Mert azt most hogy alakítom meg így szigetem. Várjál, és akkor hogy megyek oda be? Van egy lyuk. Azt hol? Hippó is hiszem velük. Várjál. Kb. Pont a másik oldalán. Édes Istenem, csináltál volna neki valami nagyobb bejárat. Ott van! Ah! Ez a, izé volt a Blockstrón, igaz? Blockstrón, de igen. Az, az. Most nem rendezik a Blockstrón DLC-t. Egyen meg a csomagot. Jaj, az volt az első ilyen igazán felkapott sorozat amúgy, ami így a Jade of Adventures-ből készült. Azt nagyon szerették, ezt a sorozatot, és hát ezt a két részt, ami készült belőle. De igen. Jaj, Istenem, milyen régi, nosztalgikus kis emlékek vannak ezen. Azt a leborult rész van fütyülőjét. Ez a sok kicsi team. Ez meg az a Desert Eagle-ös dolog volt, nem? Aha, Desert Eagle. Itt egy pisztolyt kapná, hogyha meg lenne a modunk, de nincs, sajnos eltűnt. De és ott kapnád meg, ja. És itt akkor ugye konkrét ez lenne, hogy Desert Eagle. Emlékszem rá. Na ezt egyből tudtam. Látod? Látod? Azért nem vagyok én olyan suta gyerek, hogy ne tudjam. Azért nem vagyok én olyan együgyű, úgy is mondhatnánk. Úristen. Úristen. Ugye a checkpointot attól még működnek, hogyha esetleg leesnék. Azok működnek. Ez volt az ezer bolygón is túl, igaz? Igen. Na végre, az Isten verje meg. Ha már mióta vártam. Ez meg a legszebb történet, amit kitaláltam még annak idején. Igen. Eléggé kisherceges tematika, csak egy kicsit így átdolgozva a saját szám íze szerint. Itt meg egy rózsát kapnál, csak igen, az is a módban volt. Egy rózsa azért. Nem megy ez! Aj, nem megy! Na, végre összejött az Isten áldóját neki. Ú, ez is nagyon jó helyszín lesz. Ez a Stock Jade of House, amúgy. Há? Már ott van Ben. Hallom. Itt is van. Virág! A róka. De miért megy el? Miért ment el tőlem? Az a rókák a pincémben. Rudy Cyber. Na, ezt egyből tudtam, látod? Ez is egy nagyon, nagyon kultikussá vált kis sorozat volt amúgy. Az igazat megvalva, hogy nézem meg belülről. Ez így nézett ki? Nem volt valahol oldalvást egy lépcső ebben? Nem volt. Úgy ez a másikkal keverem? Azt tudom, hogy szükség volt egy asztalra, és akkor az egyik jelenetet azt a Becstelen Brigantikból vettem, ami az elején van, a Becstelen Brigantiknak az elején. Nyilván a Becstelen Brigantikban egy kicsit hatásosabban sült el az a jelenet, de hát megpróbáltuk kihozni a maximumot azért mi is belőle. Ennyire jött össze? Nem tudom, hogy tudtátok-e, de amúgy ez egy ilyen háborús film amúgy a rókák a pincémben. Legalábbis nagyon sok benne az áthallás a világháborúval kapcsolatban. Hát, hogy bebörtönzik azok, akik nem akartak szolgálni lenni a hatalomnak, az ugye? Hát kicsit. Valami olyasmi egy kicsit volt valami, de mondom, a legnagyobb ikletforrása a Becstelen Brigantik volt. Ez egy hatalmas nagy ödön? Igen, szerepelt? És ez a melléksziget, ami konkrétan a Torira izél. Itt látod, korona van a fén, ugye, hogy így már így... Várjál. Nincs velünk. A korona? Mi az? Gloria. Mindjárt rátugrálok ide, és akkor megnézem, hogy itt mi van, mert ebből fogok szerintem rájönni, nem a hatalmas nagy ödön építményből. Ha ráállt a nyomólapra a másik szigeten, akkor nem kell visszaugrálni majd. Jól van. Remélem ráálltam, bár szerintem nem. Úristen, ez Kicsitimnek a felesége, meg Kicsitim. Úristen, a karácsonyi kiadásban volt ez, ugye? Nem, Hippo is azt hitte, de nem, ott nagyon kicsi házuk volt. Ezt is mondtad már, ezt a sztorit is. Várjál, is. Akkor itt már gonosz volt amúgy a Kicsitim, ugye? Nem, itt jó. Itt egyedül jó. Hát de az csak a karácsonyi kiadás volt, nem? Nem, ezt mondtad a Space Pignél.
A baráti kaland? Hát abban a végén ő segít neked, mert hogy ő próbált téged távol tartani a rossz. Tudom, hogy valami ilyesmi volt, hogy kitaláltam, hogy kicsitim, az valamiért ilyen lábfétises lett, hogy nem tudom, hogy így a lábak miatt ilyen gonoszával. Hát nincs lába. Igen, de hogy gonoszával, kicsitim. Hülyeség volt az a sztori. Na most ugrik a majom a vízbe. Kább visszarepülök aztán készve. Nem merek kockáztatni. Amúgy ráálltam szerintem. Na mindegy. Akkor eddig megy. Eddig megy. Bár elég sokat hibáztam. Én azt hittem, hogy jobb leszek. Az őszintét megmondva. Én azt hittem, hogy én ezeket így kívülről tudom. És most kell szembesülnöm azzal, hogy nem. Úristen, ez Black 2D, ugye? Ez ő, az hát ő nem feje. Nem tudom, Zsolt, igen, akkor de hogy ez volt a neve, hogy Black 2D, az a Herobrine, akkor de várjál, ez nem egy Zsédav és a haverok? Hát annak bizonyítjuk, tehát először nem akartam berakni, de ilyen régebbiekkel beszéltük, azt már kb. Az annak számít. De várjál, és az melyik volt? Mert abból készült három darab különálló sorozattocska. Volt egy, ami ilyen Ultra Survivor volt egy, ami majdnem Survivor-os volt, és sztoris, és volt egy, ami teljesen sztoris, amiben meghalok a végén. Ez az? Az összevonásban volt azzal a túlélővel, ahol kiderült a végén, hogy a Herobrine az a falusi volt, aki segített nektek, az egybe volt. Igen, úgy folytatódik, hogy az véget ért, ugye? Úgy is kezdődik a sztori, hogy Freezy veled mi történt? Hát miután kifagyott a szerver, így eltűntem, vagy nem tudom, hogy volt. Valami ilyesmi. De igen, igen, ezt így emlékszem rá, csak hogy ezt mondom, ez nem Zsédav, de összes Zsédav és a haverok. Nem ugyanaz a kettő! Nagyon nem ugyanaz a kettő. Annak mondtuk a sztori miatt. Úristen, ide mekkora ugrásokat raktál, te atya jó úristen. Hát ez meg a 1001 Creeper halála, igaz? Ja. Itt két gombban valamiért szóval. Ez egy kicsit ilyen erős váltás volt. Te mégis hogy kerültél ide? Akarom mondani, jön. Ez mindenképpen egy bug, az biztos, hogy jó, figyelj, elnézést kérek, de nagyon. Nem is sehova, megpróbálok kihozni onnan, érted? Nem is sehova. Mi történik itt? Factory, meg office, main lobby? Még ez is hozzátartozik? Ne csináld már. Erre nem tudok menni, akkor erre megyek. Akábbis én nem kockáztatnám meg. Thanks for playing. Akkor ez volt itt a vége? Rossz némítés gomb, minden némítés gombot megnyomtam, nagyon. Paim vagyok, szóval ez az, amit mondtam, hogyha megtetszik, akkor ezt így befejezem, mert amúgy elkezdtem így unalomba. De már a végén lett sztori is benne. Hát ez amúgy nekem így tetszett, így egy kicsit olyan... Hát én nem megyek sem el sok idején. Ja, itt messze van egy kicsit. Várjál, mindjárt oda megyek, csak hagyd nézzem végig itt a pályát. Szóval, hogy összességében amúgy nagyon nosztalgikus volt, de azért még van egy pár Zsédav Adventures, ami kimaradt, egy jó pár, már 80-valahány része van ugye a Zsédav Adventures-nek. Ezek az OG Zsédavok voltak szerintem, az igazán régebbiek. Hát az igazán régi, ugye ez az ötönös volt, meg hát itt a virágos, meg talán ez, meg hát ez is, tehát igazán régiek voltak, de voltak itt újabbak is, például a rókák a pincében, az szerintem viszonylag újabb. Az is OG, még meg búzsúerdő. Na mindegy, amúgy jó volt, hát nagyon szépen köszönöm neked a pályát. Igen, ez az, hogy valamiért kettő gomb lett, nem tudom. Na mindegy, hát akkor én várom a folytatást. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! We'll be right back.